Sziasztok! Ebben a videóban egy egyparancsú szerkezetet fogok nektek bemutatni, amivel a túlélőt lehet egy kicsit felturbózni. Nem nagyon voltak ilyenek a csatornán, de biztos ismeritek, sok helyen lehet látni ilyeneket. Én nem nagyon szeretem az ilyesmit egyébként, egyrészt feleslegesnek tartom, tehát megépítesz egy szerkezetet, és aztán egy parancsot csinálsz belőle, az már csak olyan fölvágás, csak olyan felesleges dolog. Ha át akarom másolni egy kalandpályára, ugye az az előnye, hogy könnyebben át lehet helyezni egy másik pályára. Én szívesebben használok MC Editet, de nem is nagyon volt egyébként jellemző az ilyesmi. Tehát én mindent megcsináltam kézzel, nem volt szükségem ilyesmire. Egyedül a játékos gyűjtő volt ilyen. Szóval egyrészt ezért, másrészt pedig azért, mert korlátozottak a lehetőségei. Tehát nem lehet olyan sokféle parancsot írni. Megvannak a korlátai, illetve méretbeni korlát is van. Egy command blokkba 32 000 valamennyi karaktert lehet írni. És például most így párhuzamosan csinálok egy parancsos kalandpályát, amivel már elértem ezt a maximumot, úgyhogy két parancsos pálya lesz. De valamikor mostában eszem jutott egy olyan, hogy hát egyrészt ugye amiatt, mert elkezdtem ezt az egy parancsos pályát csinálni, meg szerettem volna egy kicsit olyan szerkezetet csinálni, amit jobban tudtok hasznosítani, mint az eddigieket. Az eddigiek inkább, hogy is mondjam, tanulásra jó, tehát fölmész a pályára, megnézed, hogy van, de szerettem volna valami gyakorlatiasabbat csinálni, amit tényleg lehet hasznosítani, és most ez az első próbálkozás, amivel a túlélőt fogom egy kicsit felturbózni. Láttam, hogy vannak ilyen videók, tehát azért én rákerestem, de nem néztem bele, hogy mi van bennük, úgyhogy lehet, hogy vannak átfedések, az csak a véletlen műve. Na, hogy hogyan is lehet használni? A leírásban ott lesz a link, amivel egy TXT fájlt lehet letölteni, azt megnyitjátok bármilyen szövegszerkesztővel, akár jegyzettömbbel. Így van, mutatom, elrendelt is képen, elég szép hosszú parancs. Nekem a Notepad++ azt írja, hogy ez 14700 karakter, úgyhogy szép. Tehát fogjátok ezt a szöveget, kijelölitek és másoljátok. Ha Windowsban vagytok, akkor Ctrl-A-val mindent kijelöltök, Ctrl-C-vel pedig másoltok. Aztán megnyittok egy pályát, én most itt vagyok, valami szerkezettel kísérleteztem ott, leraktok egy command blokkot, belemásoljátok, Ctrl-V-vel, a játékban is működnek ezek a gyors gombok, done, és aztán aktiváljátok. Ez meg így oda. Megépít egy ilyen gyönyörűséget. Hát igen, jó sok command block. Igen, itt az eltüntetés ugye általában tábla akart lenni, hát én összeakaszkodtam a táblával is, adtam meg neki szöveget, és nem mindig írta ki a szöveget. A tábla az megjelent, csak hogy nem mindig jelent meg rajta a szöveg. Tehát itt tök véletlenszerűnek tűnt, úgyhogy ütöttem, feladom a harcot, és megcsinálom így kommandokkal meg gombbal. Na, hogy mit tud ez a gyönyörűség? Alapból kapunk egy tárgyat, ezt a turbó barkácsasztalt. Ugyanis az egyik funkció, hogy recepteket ad a játékhoz. Ha leraktok egy droppert, és rádobjátok ezt a turbóbarkácsasztalt, így akkor chillingel, és át lesz nevezve turbóbarkácsasztalnak, innentől kezdve lehet használni barkácsoláshoz. Megmutatom a recepteket. Egyszer csak egy ilyen turbóbarkácsasztal lehet. Tehát, hogyha én leraknék már egy másik droppert, és azt is átnevezném, akkor az lenne a barkácsasztal. Erről levennél. Tehát, akkor megmutatom, hogyan lehet ilyen name taget csinálni, amit az előbb rádobtam. Kell ide 4 papír, így. Így, és meg is kapom turbo barkácsasztal. És akkor lerakok egy másikat, és azt nevezem át. Most ez a turbo barkácsasztal, ez már csak egy közönséges droppar, ebben már nem tudok craftolni. Milyen receptek vannak még? Csináltam a name tagnek, a sima name tagnek is egy receptet. Az így van. Még alapból nincs a játékban. Csináltam például a koponyának is. Az így néz ki. Az elitrának is. Hoppá. Aztán a nyeregnek. Így néz ki. És csináltam a bedrocknak is. Ezeknek a tárgyaknak ugye alapból nincsen receptje a játéknak, és akkor így tudtok szerezni. Bár ez a betókkal nem sokra mentek, mert aztán ahová lerakjátok, onnan nem tudjátok ugye kiütni. De mondjuk azzal ki lehetett volna egészíteni, most jut eszembe, hogy olyan csákány craft van, ami bedrockot ki tud ütni.
Hát nyugodtan ki lehet egészíteni vele a szerkezetet. Mivel is kezdjem, van még három hasznosabb tárgy. Mondjuk legyen a hazateleport. Ehhez így néz ki a recept. Egy ilyen répás horgászbotot gyárt le, amivel haza tudtok teleportálni. Így. Lesz a neve, hogy teleport haza. Ja, egyébként ez úgy is működik, hogyha fogtok egy ilyen répás horgászbotot és átnevezitek, mert a rendszer azt nézi, hogy ilyen nevű a tárgy. És akkor, és egyébként igen, itt van tényleg, erről jut eszembe az egyik korlát, hogy nem lehet a névbe szó közt írni, hogyha ez nem egy parancsos lenne, hanem a pályán építettem volna meg a szerkezetet, simán tudnék tesztelni szó közös névre is. Tehát, hogy vannak ilyen korlátok. Például. Na, úgy tudjátok ezt használni, hogy ahová kidobjátok, az lesz a haza. Ide kidobom, visszakapom a tájat, és lesz egy ilyen csilingelés. És most akárhová megyek, ha használom a botot, akkor visszateleportálok oda. Tök jó. Ha máshová szeretnétek, akkor máshová dobjátok ki, és akkor oda teleportálsz. Ez az egyik. Aztán a másik egy sima horgászbot, amivel mobokat tudtok összegyűjteni. Így néz ki a receptje. Igen, vagy begyűjtőnek neveztek egy horgászbotot. És mondjuk malacokat fogok gyűjteni. Rakok három malacot. Az egyik, hogy mellé kell dobni a horgot. És ha végre leérkezik a földre, akkor elteleportál malacot, ez gyors volt. Akármennyi ilyen entitást össze lehet gyűjteni. És ahova szeretnétek lerakni, de kidobjátok a horgászbotot, mondjuk. Csinálok nekik egy ilyen árkot. Úgy, oda szeretném, és akkor oda kidobom. És akkor ott vannak a malacok. Ez más entitásokkal is működik. Mondjuk mellé dobok még egy csirkét, meg egy tehenet. Úgy. Horgászbot szivat. Úgy. És ti is mentek oda. Úgy. Tök jó. Az utolsó szerkezet a Creeper radar lesz egyébként, és ezt így kell lekraftolni. Creeper, illetve riasztó. Lerakok egy Creepert. Tök mindegy ide. Ha kezembe veszem ezt a tárgyat, akkor a közelemben csipogni kezd. Mert hogyha, na... ha kezembe veszem ezt a tárgyat, akkor mindig közel van a Creeper, annál jobban fog csipogni. Most így csipog, közel megyek. Most gyakrabban csipog, és ha még közelebb megyek, akkor már nagyon csipog. És nem tudom mennyire fog hallatszani, de mindig a Creeper felől szól a hang. Tehát így azt is lehet érzékelni vele, hogy milyen irányból jön, nem csak azt, hogy milyen közel van. Jó, hát körülbelül ennyi lenne, még annyi, hogy ugye ezzel a gombbal lehet törölni, de azt hiszem ezt elmondtam az elején. Ez a törlés, ez eltünteti az egész szerkezetet, meg az almostendeket is. Mert például itt is van egy almostend. Ez az almostend egyébként az állatgyűjtéshez kell, tehát akkor most creepert fog gyűjteni. Úgy működik a szerkezet, hogy oda gyűjti ehhez az almostendhez az entitásokat, és kikapcsolja, illetve bekapcsolja a NoAI-t, tehát a NoAI teget bekapcsolja, hogy ne menjenek el onnan, és ugye ahová kidobom a tárgyat, oda meg visszateleportálja, és visszakapcsolja az AI-jukat is. Tehát például van egy ilyen entitás, de van még egy, hát egyrészt a kraftoláshoz, meg egyrészt a hazateleportáláshoz, az is egy almostend. És ugye ezeket is kitör le a rendszer. Szóval azért van három kommandokból a törlés, nem csak egyből. Jó. Hát egyébként szép sok parancs van, ezeken szerintem nem fogok végigmenni. Azért kicsit sok lenne, de szerintem úgy dióhéjban elmondhatom. Megpróbálom dióhéjban. Tehát van egyszer ugye ez a turbóbarkács asztal, itt kidobom a tárgyat, akkor hogyha dropper van alatta, akkor átnevezi, lerakja ezt az almostendet, és aztán kitörli a tárgyat.
Az Armor Stand pedig folyamatosan azt teszteli, hogy olyan dropperen áll-e, amin valamelyik recept van. Ha igen, akkor belerakja a tárgyat, ha nem, akkor nem csinál semmit. Az állatgyűjtést azt ugye mutattam, hogy csak oda teleportál, meg onnan vissza. A Creeper riasztó az úgy néz ki, hogy van egy score, már nem is emlékszem milyen nevet adtam neki, nem lényeg, egy X-score, és ezt lefutatom a játékossal, hogy a közelében lévő creepereknek adjon ehhez a score-jához, és minél közel vagyok, ugye annál többet ad ehhez, és annál hamarabb éri el azt az értéket, amikor csipog egyet. És akkor, hogyha közel vagyok, akkor gyorsabban összegyűlik, gyakrabban csipog, ha messzebb vagyok, akkor lassabban gyűlik ez össze az az érték, amikor csipog egyet, ezért ritkábban csipog. A hazateleport ugye talán az egyik legegyszerűbb, ahová kidobom a tárgyat, oda legyen egy armor standet, ha használom a lépás forgászgatót, akkor teleportál az armor standhez. Megmutatom a törlést is, menjem a gombot, és puff, minden eltűnt. Minden normál van. Ilyenkor a droppert is visszaállítja, ne legyen megtévesztő, hogy most már ezzel nem lehet raftolni. Jó, szóval, mint mondtam, a leírásban ott lesz a TXT-nek a linkje. Használjátok egészséggel. Ja, és nyugodtan lehet írni ötleteket. Ha látok valami tényleg ötleteset, ami megfog engem, akkor megcsinálom, és csinálunk még ilyen vanilla túlélő modokat. A kézikönyv óvjon.